A bolondnak haragja azon napon megismertetik. Elfedez pedig szidalmat az eszes ember. A példabeszédek könyve 12. fejezet 15. versét idézem ma reggeli köszöntésül, hogy ismét az életben van egy bolondút és egy bölcsút. Ugye a mai napodon is ez utóbbi szeretnéd járni. Mert mi is a bolond út, a rossz beszéd tekintetében, a bolondnak haragja azon napon megismertetik. A harag, ami kitör belőlünk, az aznap leleplezi már, hogy ez rossz volt. Mások előtt biztosan, gyorsan, hiszen senki nem örül annak, hogyha kiöntöd a haragodat vele szemben de talán azon napon este, amikor lefekszel és magad is fölteszed a kérdést, hogy jó volt így beszélni a másik emberrel. Jó volt haragosan rárontani, jó volt számon kérni, jó volt ezt azt azt mondani és követelni tőle. A bolondoknak haragja azon napon megismertetik. Elfedezi pedig a szidalmat az eszes, tehát a bölcs ember elfedezi a szidalmat, tehát most már kikerekedik a kép, szidalmaznak bennünket, kikérjük magunknak, haragszunk, elkezdünk érvelni, hogy ez nem úgy van, nem úgy, összezördülünk, ki tudja meddig, hetekig, hónapokig, évekig, hogyan veszett össze Iván Ivanovics, Iván Nyikiforovicssal. Tessék elolvasni Gogol halhatatlan elbeszélését, mi minden semmiségből lesz erdőtűz? Hogyan tud két szomszéd úgy összeveszni, hogy aztán szinte meggyilkolják egymást? De az eses ember, a bolond emberhez képest mit csinál? Elfedezi a szidalmat. Ha szidalmaznak is bennünket, hát ne vágjunk vissza, ne kérjük ki magunknak. Emlékszem, albérlő koromban a házi nénink egyszer egy dühös pillanatába, ki tudja, mi rossz fát tettem a tűzre, nem akarom tagadni, hogy sok rossz fát tettem a tűzre életemben. Nekem állt a kedves Lea néni, és azt mondta nekem, maga egy hitvány alak János. Akkor hirtelen a tudatomba hasított, hogy miért ne köszönjem én ezt meg. És azt mondtam neki, hogy Hát kedves Leonéni, ennél tökéletesebb megjegyzést még senki nem tett rám, mert a természetem szerint hitvány ember vagyok. Csak szeretném legyőzni a természetemet. Azon vagyok, hogy, hogy hitáltal legyőzzem ezt a rossz természetet, de te nagyon igazat tetszett mondani, Én hitvány alakú, hogy micsoda jelző ez eszembe jut, hogy Pirinszki János is milyen erős jelzőt használ ezzel a hitványjal, hogy megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve a híres harmadnapon című versében, ott viszont neki is megmondtam, hogy talán erősnek találom ezt a jelzőt, mert Jézus nem azért halt meg, mert a hitvány zsoldosok megölték, mert a, a kevésbé hitvány köznép nem azt kiáltotta volna rá, hogy feszíts meg, feszíts meg. Van, a hitvány nagyon erős szó, hogy ami elvetemedett, ami hitvány, rám nézve igaz, a természetem rossz, ma is rossz, csak azon igyekszem, hogy le tudjam győzni Krisztus segítségével a természetemet, és ezt kívánom nektek mai napotokra is, és legyetek bölcsek, ha valaki szitalmaz benneteket, és azt mondja rátok, hogy hülye, meg bolond, meg marha, meg hitvány, hát mondjátok neki, hogy tulajdonképpen, hát mennyire igazad van, fején találtad a szöget, a természetem nagyon rossz de én azon ügyködöm e mai napomon is, hogy legyőzzem a természetemet. Mennyire tudnánk evangelizálni ezzel, ezzel a nagyon egyszerű gesztussal, ami egyszerre megmutatja a bibliai embertan lényegét, mert a természet mindannyiunkban önző és rossz. Tehát ez örökség, ez egy kínos örökségünk, de ezt le lehet győzni. A természetünkért nem vagyunk felelősek, hogy ki vérmes, ki indulatos, ki sértődékeny, ki hiú. A szög mindenkinél máshol jön ki a zsákból, de azért felelősek vagyunk, hogyha egyre jönnek a szögek, és mi nem akarjuk visszanyomni őket, és ez majd másokat is meg fog sebezni. A bölcs magatartás elfedezni elfedezni a sértést, elfedezni a szidalmat, minthogyha meg se történt volna, a másik nem tett rosszat, az én természetem rossz, de nyugtassuk meg a másikat a mai nap során is, hogy dolgozunk, hogy a természetünket hitáltal legyőzzük, mert az igaz ember hitből él. Ez a Bibliának legtöbbször visszaidézett mondata, az igaz ember hitből él. Ezt kívánom mai napotokra is.